szép jó estét kívánok, köszöntöm a kultúra szerelmeseit, a Paletta magazint látják. Három különböző nagyszerű dologgal foglalkozunk, legelsőként pedig a Petőfi Kultúrtanszék megnyitásával. Itt van már a nyakunkon, azt hiszem a székesfehérvári főiskolások, egyetemistek és mindenki, aki egy kicsit is szereti az igényes zenét és az igényes műfajokat, már várja ezt a pillanatot. Éppen ezért vendégünk Kovács Antal. Szervusz. Szervusz, jó estét. Tónikám, mint szakmai vezető. Szép szó. A Petőfi mozi egy kulthely volt mindig, a köztársaság moziba járt egyik oldala a mozi kedvelőknek, a Petőfi moziba a másik fele, mondhatjuk ezt így, aztán amikor megszűnt, akkor egy ideig üres volt, aztán lett belőle Petőfi Music Club, ilyen volt, vagy olyan, teljesen mindegy, hiánypótló volt valamilyen szempontból, viszont bezárt, és akkor ott álltunk a belvárosban egy csodálatos létesítménnyel, egy nagyszerű helyen, mondhatjuk ezt. Amikor jött a gondolat és az ötlet, bár az már réges-régen megszületett, viszont a megvalósításhoz most jutott pénz, az a bizonyos 130 millió forint, amelynek segítségével itt van előttünk két nap múlva, három nap múlva a megnyitó, és azt hiszem, hogy ha kiemeljük mindig, hogy Székesfehérvár nem csak a sport, nem csak a gazdaság városa, nem csak Szent István városa, hanem a kultúra városa, és igenis erre óriási nagy szükség volt. Ennyi a rövid felvezetés. Kezdjük azzal, hogy amikor felkértek, voltak-e határozott elképzeléseit, hogy egy ilyen klubban, egy ilyen kultúrtanszéken, nevezzük így, milyen jellegű és típusú berendezés kell, és miként lehet ezt megtölteni zenei tartalommal? Hát egyrészt köszönöm, hogy behívtál beszélgetni. Picit régebbről kezdeném ezt az egészet. Ugye ami miatt gondolom én, hogy nem akarok egy személyben beszélni, de mondjuk rám vagy ránk esett a városvezetés választása, ugye ez egy pályázat volt. Az elsősorban az, hogy ugye van egy most már 20 éves fesztiválunk, ami ugye a Fezen Fesztivál, és most már 10. éve üzemel maga a Fezen Klub. És amikor mi beadtuk a pályázatot, akkor elsősorban arról szólt a pályázatunk, hogy magát a Fezen Klubot szeretnénk megcsinálni kicsiben, vesződe. Nagyon szeretnénk, hogyha ez a Petőfi Kultúrtanszék, ez megőrizné mindazt, amit egyrészt a Music Club idejében a Vörös Tomiék létrehoztak ugye a jazz műfajjal, majd utána a Stadi ugye a kultúrtérrel, hiszen egyébként nyilván szakmailag én mindegyiken találok fogást, ettől függetlenül egy rendkívül úttörő kezdeményezés volt a belvárosban egy jazzklubot létrehozni. Én pont azt mondtam a Tamásnak annak idején, hogy vigyázni kell, mert heti 4 jazzkoncertet Székesfehérvár nem fog elbírni, ez Budapesten is rengeteg, ami azért 2,6 millió ember kontra mondjuk 120 ezer az agglomerációkkal együtt, így aztán ez valóban egy nehéz kenyér is volt. Aztán a Stadinál, hogy egészen pontosan mi történt, az szerintem egy csodálatos kezdeményezés volt, hiszen egy csomó olyan produkciót, koncertet, előadást, performance-t fogadott ő, amit ugye se a Fezen Klub nem tudott fogadni, se senki más. Mert egyrészt nálunk sem volt sem kulturális nyitottságra, sem szakmai, gazdaságilag sem lehetett megoldani. És ugye bezárt a kultúrtér, ami én úgy gondolom, hogy egy nagyon nagy űrt hagyott maga után. Ugye utána kiírta a város ezt a pályázatot, amit akkor végül is a Fezen szervező meg üzemeltető cég megnyert, és próbálnánk valahogy a hármat ötvözni, tehát szeretnénk az összes olyan produkciónak helyet adni, ami magából a Fezen Klubból kiszorul, hiszen a Fezen Klub az, ha tetszik, ha nem, ha leszámítjuk a siófoki nagy diszkókat, a legnagyobb rendezvénytartási engedéllyel rendelkező élőzenés szórakozója az egész Dunántúlon. Hiszen ez valamiféle bensőséges hangulatot szeretném megvalósítani? Igen, azt szeretném, hogyha az összes olyan produkciót, rockmetált mi nem szeretnénk a Petőfibe vinni, mert úgy gondolom, nem azért, mert nem való a belvárosba, hanem azért, mert a kis rockmetál zenekaroknak van Székesfehérváron egy dedikált helye, ez a 8-as műhely. A nagy rockmetál zenekarok meg úgyis a Fezenbe jönnek meg a Fezen Fesztiválra, és úgy gondolom, hogy ez egy kifejezetten jó szimbiózis. Mi mindig törekedtünk arra, hogy a saját konkurenciánkkal egymás mellett, tehát inkább válvetve próbáljunk meg a piacon fennmaradni, mint sem, hogy bárkit elnyomjunk. És úgy gondolom, hogy az összes olyan alternatív popzenekar, még akár kortárs komoly zene is, amit mi nem tudtunk eddig befogadni, azt mind-mind szeretnénk befogadni egyébként a Petőfi, most már ugye úgy hívjuk, hogy kultúrtanszékbe.
hogy miért is kultúrtanszék, az ugye kifejezetten azért van, mert az önkormányzat szeretne egy igazán méltó egyetemi klubot a városba, hiszen most már közel 800 nappal is van Székesfehérváron, ami egy csodálatos dolog, oké, hogy a Kodolányi hajnalán ez egy sok ezres létszám volt, így alakult az élet, most elkezdett úgy gondolom, hogy ez az ügy duzzadni, és mi nagyon örülünk, hogy erre a hajóra felülhetünk, hiszen egyébként a Fezennek az utánpótlása is a fiatalokban van, tehát ahogy te már egyre kevesebbet jársz például koncertekre, nyilván mindenki kikopik. Úgyhogy úgy gondoljuk, hogy egy nagyszerű kezdeményezés az, hogy nyisson a város, nyilván nem a város, de hogy a város építsen egy egyetemi klubot és találjon hozzá egy megfelelő üzemeltetőt. Nagyon bízunk benne, hogy egyébként szakmailag méltóak leszünk erre a feladatra. Igen, mert hogy ez egy nagy kihívás, valljuk. Nagyon nagy. Egyik oldalról a Fezen, mint 20 esztendős, tehát 2 évtized alatt bizonyította, hogy szükség van erre Székesfehérváron. A Fezen klub nem különben, viszont ez egy mégis más műfaj. Hogy álltál neki a munkának? Hiszen itt, aki tervet mond, csak eshetőségre gondol. Azért még nem tudjuk, hogy azok a fiatalok általában, akik majd ellátogatnak a kultúrtanszékre, milyen zenét szeretnek. Az az alap, amit említettél az idén, az imént, hogy egy kis jazz rock, alternatív rock, full funky, és így tovább. Tehát az működni fog, bizonyos vagyok benne. De mi lesz ezen felül, ezen túl, hogy egy teljes egységes kerek egész legyen ez a klub? Mi a kultúrtanszéket egy rendezvénytérként képzeljük el, amit egyébként szeretnénk ötvözni egy hallgatói társalgó kialakításával. Ugye az egész klubnak az eszenciája az gyakorlatilag a tetőterasz, ami nem tudom, hogyha voltál már fönn, vagy láttál esetleg ezt képeket. Ezt látni fogjuk a képeken természetesen. De az egy csodálatos dolog. Tehát olyan atmoszféra, semmi nincsen. Egyébként egy teljesen modern módon kialakított, szépen letaposózott tetőteraszról van szó. Viszont ott vagyunk a belvárosi cseréptetős házak fölött. Tényleg csodálatos. Ugye az a dedikált dohányzója egyébként az egységnek. Nem szeretnénk, hogyha az utcára járnának dohányozni az emberek. Bízom benne, hogy egyébként a tetőről a hang az pont más irányba fog egyébként elmenni, ugye nem fog verődni a házak között, tehát nagyon bízom benne, hogy kevésbé lesz zavaró maga a kultúrtanszék, mint az előző években. Ugye a régi mozi gépházból kialakítottunk egy 30-40 fős társalgót, ami egy bőrkanapés, csocsós, kifejezetten a hallgatók számára létrehozott részleg, ahol van egy nagy tévé, lehet sportközvetítéseket nézni, hogyha játszani szeretnének, akkor lesznek játékkonzolok, stb. Kifejezetten arról szól, hogy oda valóban a főiskolás egyetemista réteg be tudjon ülni napközben kávézni, teázni, sörözni, ne adj Isten. Ugye van egy gazdasági szintje, ami a tavalyi, vagy a régi erkély szint volt, az erkély az ugye ugyanúgy megmarad a rendezvénytér közönség részének. Ezt hol VIP-nek alakítjuk ki, hol egyébként szeparát résznek. És hát ugye van maga a lenti rész, ami úgy gondolom, hogy az egésznek a lényege, hiszen az az, ami nagy mennyiségű embert képes fogadni. Ez maga a koncerttér. Itt pont most van egyébként felszerelés alatt egy úgy gondolom, hogy klub szinten mindenképpen egyedülálló technikával rendelkező színpad. Ugye oda építettünk egy a hely méretéhez képest nagy színpadot, pontosan azért, mert a jelenleg hozzánk bekötött produkciók, azok igényelnek egyébként színpadméretet, öltözőt, nagy mennyiségű hang- és fénytechnikát, hiszen nálunk tényleg az Anna and the Barbies-ig, a Kis Csillagig bezárólag minden van, de hát például ugye, ha már műfajokról beszélgetünk, akkor lesz például Harcsa Veronika Gyémánt Bálint, ami ugye egy ültetett rendezvény lesz, ráadásul csütörtökön. Akkor lesz nálunk Fehérváron először élőben Budapest Voices, ami szintén úgy gondolom, hogy nagy érdeklődésre tart számot, és hát ugye szerdánként, esténként pedig egyetemista bulik vannak, ugye nekik kifejezetten kedvezményes áruválasztékkal, meg kedvezményes belépővel, viszont elég emelt minőségű, meg rangú programokkal. Ezek elsősorban partik lesznek, tehát annyiban maradtunk a hallgatói önkormányzattal, hogy havonta egyszer megpróbálunk élőzenés dolgokat csinálni ezeken az egyetemista bulikon, hiszen rengeteg feljövő zenekar van például Kodolányin, ahol ugye nyilván ezek tanulnak, nagyon jó zenészek vannak, de egyébként elsősorban parti alapú rendezvényekről van szó, kifejezetten neves DJ-k jönnek, tehát például most holnap nyitunk ugye Netz Party, valami pár hetet csinált teltházat a Budapest Parkban,
akkor ugye Lotfi Begi van, Pixa, Régi Kodolány is, Juhász Laci, tehát hogy úgy gondolom, hogy egy nagyon erős felhozatal az is, és hát maga a koncert felhozatal az meg úgy gondolom, hogy szinte dömpingszerű, és jelenleg én nagy képűség nélkül mondom, hogy nem találok sem művészeti, se szakmai fogást azon a programon, amit egyelőre sikerült. Nem is ezt elmondjuk mindjárt, de még térjünk, ugye ez több lábon áll. Az önkormányzatnál ugye nem titok, Cserpakovics András szorgalmazta leginkább, hiszen ő már még önkormányzati képviselő korában felvetette azt, hogy ebből legyen egy valóságos klub, egyetemi klubra gondolt már akkor is. Viszont azt hadd kérdezzem meg, hogy a hallgatói önkormányzat hogy állt hozzá ez az egészhez. Tehát nyilvánvaló, hogy nekik van véleményük, vannak gondolataik, hogy mit szeretnének. Tehát sikerült gyorsan ülőre jutnatok? Maga a Petőfi az mindenképpen hiánypótló. Egyrészt azért hiánypótló, mert a belváros kellős közepén van. Tehát ugye ilyen adottságú klub jelenleg Székesfehérváron nincs, és ahogy látjuk nem is tud lenni. Másik, mert hogy nincsen olyan szabad ingatlan, ahol ilyet lehetne csinálni. Ez úgy gondolom, hogy egy végtelenül merész vállalás egyébként a polgármester úr, de akár az egész képviselőtestület részéről, hiszen egyébként látjuk, hogy a nyári rendezvények kapcsán mennyire fogadják nyugodtan mondjuk a belvárosban élők ezt a borzasztó mennyiségű rendezvényt. Most ugye maga a műfaj az hangos, mi mindent megteszünk nyilván azért, hogy állandó zajszínmérés mellett ezek a dolgok működjenek, de visszatérve a hallgatói önkormányzatra, az volt a mondatom első szava, hogy hiánypótló, ez számukra is mindenképpen hiánypótló. Elsősorban azért, mert a hallgatói önkormányzatban én úgy látom, hogy most olyan gyerekek ülnek, akik azért cselekvőképesek, ami nem fedi teljesen az igazságot, hanem szeretnének is változásokat és cselekedni. Ami azért fontos, mert be kell látnunk, hogy a mai főiskolás egyetemista korosztály, nem mondom, hogy az egész réteg, de mondjuk ez a 18 és 23 közötti korosztály, ez kifejezetten kocka. Ezt látjuk a Fezenben is, látjuk a Fezen Fesztiválon is, bármelyik, hogyha ne adj Isten, 2-3 havonta el tudok szakadni, és elmegyek mondjuk kocsmázni, azt látom én is, hogy ezek a gyerekek éjjel 11 órakor is a telefonjukat bújják, ha egyáltalán lemennek a kocsmába, ha egyáltalán kimennek az utcára, és mondjuk nem a kollégiumba ülnek, és egyébként a sarki kocsmába 150-ért megvett sörüket iszogatják. Na most én ezt félve mondtam ezeken a gyűléseken, de elmondta a hallgatói önkormányzat is, hogy igen, bizony a kollégium élet az most ilyen. Tehát nem az van, mint a mi időnkben, hogy jártuk a várost, és élni szerettünk volna, és egyébként ismerkedni pontosan. Inkább befelé forduló és bezárkózó közeg, amire úgy gondolom, hogy a Petőfi most egy nagyon nagy esély lehet, hogy egy picit kinyitni magát ezt a közeget. Hiszen ugye van Mészáros Attila a polgármester úr, akivel ugye viszonylag szoros egyeztetés volt így a nyitás előtt, tényleg hónapokon, azt mondom, hogy talán egy éven keresztül, hiszen nagyon régóta rágjuk egyébként azt, hogy milyen árakat kellene produkálnunk az egyetemistáknak, hogy ki tudják fizetni a kávéjukat, a teájukat, hogy milyen szolgáltatásai legyenek a klubnak, úgy technikailag, mint egyébként a komfortérzetet növelendő. És úgy gondolom, hogy ezt így velük egyetértésben sikerült úgy kialakítani, hogy valóban hiánypótló lesz maga az intézmény, hogy mennyire találnak be maguk az egyetemisták a város egyetemi klubjába. Ezt ugye az elkövetkezendő napok, hetek meg fogják mutatni, de azt hiszem, hogy egy teljes egyetértésben kialakult, pont nem igénytelen, de pont nem túlságosan igényes közeg jött létre, kényelmesek az ülőhelyek, konszolidáltak az árak, olyanok a programok, amik egyébként kifejezetten a fiatalokra vannak szabva. Igen, láttuk a belső tereket időközben a bejátszásokon, tehát én azt mondom, hogy a végletekig letisztult, és mégis kényelmes. Tehát itt azért lehet jól érezni magát az ember fiának. Nyitva tartás, ugye a belváros szívében vagyunk, úgyhogy korán sem mindegy, hogy meddig lesz nyitva. Hogy az idő megmondja majd. Az idő megmondja, igen. A terveket elmondom. Egy naponta, tehát a nyitvatartási időt. Ugye magában a kultúrtanszékben üzemel egy jegyiroda kávézó. A jegyiroda az ugye kifejezetten arról szól, nyilván lehet bármilyen rendezvényre az országban jegyeket vásárolni, de ez ugye nekünk nem fő profilunk, hanem gyakorlatilag a saját érdekeltségű rendezvényeinkre akarunk elővételben jegyeket árusítani, ami egyébként a Fezen Klubnál tökéletesen bevált, hiszen pontosan ott tart jelenleg a Fezen Klub, és bízom benne, valahol le kell kopognom, hogy a Petőfi is pár hónapon belül ott fog tartani, hogy nagyon sok rendezvény elővételben tehet házas.
Ezért pontosan azt a lehetőséget akarjuk biztosítani a saját közönségünknek, hogy be tudjon jönni, elővételben tudjon olcsóbban jegyet venni. Tehát ez kifejezetten a Petőfi Kultúrtanszékes és Fezenklubos és Fezenfesztiválos rendezvényekre vonatkozik. Itt van egy kávézó, ami minden nap déltől éjfélig nyitva van, ahol lehet jegyet is vásárolni. Egyébként ugye a három kiemelt rendezvénynap az a szerda, péntek, szombat. Minden nap este 8 órától van mondjuk úgy, hogy rendezvényes átállás, tehát amikortól egyébként ugye maga a kávézó úgymond bezár, nyitva marad, mint pótként, de 8 órától már nyilván csak belépőjeggyel látogatható maga az intézmény. Egyelőre úgy tervezzük, hogy hajnal 3-4-ig nyitva tudunk lenni. Most ugye nagyon sok mindenem múlik, erre kértünk engedélyt, tehát erre van engedély a helynek, de nagyon jól tudjuk, hogy a belváros kellős közepén ez azért egy vékony jég. Úgyhogy most arra is kérünk mindenkit, hogy tényleg nem tovább, egy-két alkalom még legyenek türelemmel, amíg mi is meglátjuk, hogy hogy tudjuk beállítani a hangrendszert, mennyire tudjuk zajszigetelni az épületet. Ugye nagyon sok minden az üzemelés alatt fog kiderülni. Egyelőre pozitív az ANTS zajszintmérési jegyzőkönyve is, ugye a holnapi nyitáskor is, pontosan este 10 órakor, éjfélkor is mérni fogják a zajszintet. Pontosan azért, hogy tényleg egy-két hét alatt kialakuljon az a dolog, hogy elférjen egymás mellett egy folyamatosan üzemelő, fiataloknak szóló belvárosi klub, és hát természetesen ne zavarjuk a belvárosban élőket. Nagyszerű. Miként tudtál munkatársakat találni ehhez a feladathoz? Hát bármennyire megosztó is az én személyem körülöttem. Rárepültek, tudom én. Nem. Egyszerűen megvannak. 5-10-15-20 éve azok az emberek. Tehát van csapatod? Van csapat, és nyilván ide kellett frissítés, tehát itt ugye mindenképpen fognak bejönni hozzánk alkalmi munkában a högtagok, főiskolások, egyetemisták, pontosan azért, hiszen nekik szól egyébként az intézmény. Én 42 évesen nem biztos, hogy meg tudom mondani, hogy mi kell a mai 18 éveseknek, bár meg tudnám, sokszor ezt kívánom, de nyilván ők ezt sokkal jobban tudják. Szerintem meg tudod. Annál is inkább itt van előttem, így végezetül egy kicsit, nem is tudunk elmélyedni a programokban, de itt van előttem egészen az idei esztendő, december 16-ig a koncertek, és visszafelé megyek, mert csak kiemelek, tehát lesz Blaha Louisiana, Gangsta Zoli és a Kartel, Netz Party, Paradicsom, azért kicsit hazabb is beszéljünk, a Nyughatatlan, Firkin, és leginkább most pénteken és szombaton, ugye a Hiperkarma, és ez nem Déli Báb, utalva az ő lemez címükre, hanem az Alternative Rock egyik kiváló csapata, a másik pedig az idén 10 éves Maszkura és a Tücsökraj. Ez az alternatív csapat megint csak. Őket neked nem nehéz megnyerni, viszont amikor meginvitált, tehát ugye arról beszéltünk, hogy ezeket a zenei stílusokat, ezeket a csapatokat te választott ki értelemszerűen. Én azt hiszem, hogy ez egy remek névsor mindenféle értelemben. Tudatos volt, hogy az elején, tehát hogy íve legyen a történetnek? Hát én úgy gondolom, hogy egy szórakozóját mindenképpen magasan kell nyitni. Tehát, hogy kinyithattunk volna, hogy magam ellen beszéljünk Paradicsommal, de ugyanaz a 200 ember jött volna be, aki egyébként a Fezen Klubos koncertjeinkre bejön. Úgy gondolom, hogy évente kétszer a Petőfibe pont el fog férni, az egy közel teltházat jelent a Paradicsom. Szeretni fogják az emberek, mert a belvárosban van, a fiatalok is szeretik, mi is szeretjük, de pont elég, mert pont annyiszor játszunk egy évben, amit család meg egyéb dolgok mellett az ember elbír. De hogy a Hiperkarma mindenképpen egy unikális produkció, régen volt Székesfehérváron, most van körülöttük megint nyüzsgés, volt egy nagyon nagy éve a produkciónak. Az egyébként nem igaz, hogy ezeket a dolgokat csak és kizárólag én választom ki, tehát nyilván domináns az én véleményem, hiszen egyébként én vagyok az, aki ezeket a zenekarokat körbe telefonálom, vagy fogadom a hívásaikat, hogyha akarnak jönni. Ugye ez a jellemzőbb egyébként, hogy mi már hál' Istennek nem kell, hogy keressünk, nem mondom, hogy senkit, de inkább úgy van, hogy ezek a szintű produkciók keresnek bennünket, hogy tudunk-e alternatívát adni. Most amikor egy 3-4 éve kiderült, hogy mi nyertük meg a pályázatot, azóta gyakorlatilag folyamatosan töltődik fel a naptár, tehát gyakorlatilag 2018 május közepéig van talán 5 vagy 6 alkalom, ami még szabadon van a Petőfiben, ekkora a nyüzsgés a klub körül, hiszen egyébként maga a befogadó képesség is, hogy 298 főre van, tehát még 300 főre van a helynek engedélye, pontosan hiánypótló. Ugye a Fezen klubnak is, és ennek is az elképesztő előnye egy produkció számára, hogy bejön, fölkapcsoljuk a villanyt, és minden van. Tehát ott van a megfelelő hangtechnika, a megfelelő fénytechnika, a megfelelő színpad, építettünk nekik öltözőt,
tudják, hogy úgy lesz zajszigetelve az egész, hogy lehet játszani, konszolidáltak a büféárak, tehát egy olyan klub, ami úgy gondolom, hogy minden igényt kiszolgál, amit ugye alapból a művelődési házak nem tudnak, holott egyébként ennek az intézményi rendszernek valószínűleg ez lenne pontosan a feladata, hogy ezt ellássa, de mindig van probléma a színpaddal, a helyjel, a bejutással, hogy a második emeleten van a színházterem, nyilván oda felpakolni mondjuk 3 tonnányi zenekari felszerelést annyira nem egyszerű. De most ez nem is erről szól, meg nem is arról, hogy saját magunkra glóriát rakjunk. Én visszatérve, hogy persze, hogy én koordinálom le ezeket a dolgokat, de nagyon fontos az, hogy mellettem is azért, nem mondom, hogy felnőtt egy pár generáció, de vannak olyan segítőim, akik súgnak, akik el tudják. Mert számomra a Hiperkarma mond valamit, meg mond még valamit a Firkin is. Most számomra nem sokat mondott, akármennyire ismerem a fiút, és nagyon jóba vagyok vele, például a Pixa. Mondják, hogy hívjunk Pixát, mert hogy ez mennyire jó dolog. Én mondom, hát én szeretem ezt a srácot, aranyos, de életemben nem hallottam még semmit tőle. Ezt mindig el is mondom neki, hogy de jó, hogy téged máshova hívnak, én nem tudom, hogy ki vagy. Nyilván ő hasonló bunkóságokat mond nekem is, de hogy ezek nagyon fontosak, hogy az embernek tudomásul kell venni azokat a dolgokat, hogy az idő halad. Tehát, hogyha én hozzáöregszem a saját zenekaraimhoz, és nem nyitok egyébként kifelé, akkor a Fezen Fesztivál is, a klub is, és a Petőfi is nagyon gyorsan be fogja zárni a kapuit, mert hogy nem lesz utánpótlásunk. És a Fezen mellett azért, ha tetszik, hanem most már 2-3 generáció felnőtt. Így van, rendjén. Nos, hát ilyenkor azért várjuk már az elsőt, mármint a holnapot, várjuk nagyon. A csütörtököt, pénteket, szombatot és a többi napot, és én azt hiszem, hogy azok az egyetemisták, akik itt képzeljük el a hétvégéjüket, illetve a hétköznap estéjüket nem fognak csalódni. Monikám, köszönöm szépen, hogy megtiszteltél. Kedves nézőink, folytatjuk. Beszéljünk most, maradjunk a zenénél. Mégpedig azért, mert Látrányi Viktória kolléganőm a Randomban járt, ahol egy swingesten vett részt. Ez a 20. század közepének kiváló zenéje, azt hiszem, hogy meghódította az ő szívét. Nézzük meg, hogy miként is. Szabadon érezd jól magad, mindez jól jellemzi a swinget, a varázslatos életérzést Fehérváron is megízlelhetik az érdeklődők. A harmadik évad vette kezdetét ugyanis a Paraba Swing Club életében. Évad nyitójukon az elmúlt időszakot értékelték, s persze a jövőbeni tervekről is szó esett. Egy lelkes csapat hívta életre a klubot, mára pedig egy igazán jó közösség jött létre. Ez a kis csapat sok-sok, azon túl, hogy itt táncolnak, és itt együtt vannak ebben a egy másfél, két, vagy akár 3 órában, vagy akár egy swing bulin, azon túl sok-sok közös programot tervez. Idén nyáron már táborunk volt, most elvileg télen is lesz. Felléptek, mert megkerestek minket különböző kisebb-nagyobb fellépési lehetőségekkel, úgyhogy zajlik az élet. Nagyon jó kis csapat van. Eddig is nagyon jó csapat volt a Parabában, míg ezt amíg nem volt a swing klub, és ez nagyon, azt gondolom, hogy ez a legeslegjobb irányba bővült ezzel a kis klubbal, nem is annyira kicsi klubbal most már, gyakorlatilag, és már azt hiszem, hogy aktívan 50-60 fő között vagyunk. Október 6-án, ha jól rémlik, október 6-a lesz az a péntek, amikor tervezünk egy óriási toborzást, és a nagy álmunk, hogy egy harmadik csoportot is, egy abszolút kezdőcsoportot ismét el tudjunk indítani. Úgyhogy erről, remélhetőleg erről fog szólni itt Fehérváron sok-sok minden az emberek számára, hogy erről információt kapnak. Úgyhogy magyarul az a tervünk, hogy ebből a két csoportból 3 legyen. Tehát legyen még egy csoport, úgyhogy igen. Említetted, hogy sok fellépésen is találkozhatnak akár az érdeklődők itt a Swing Club tagjaival. Milyen helyeken szoktak bemutatkozni? Mondjuk legutóbb azt hiszem talán pont az Abanovák kiállításon láthattuk a csoportot, de nyilván vannak más fellépések is. Az a szép ebben, hogy ezek maguktól jönnek. Ez a szép. Tehát ide senki sem azért jár, meg mi sem azért hoztuk ezt létre, hogy itt hiperprofi táncosok legyenek, és járjuk velük az országot ezzel a csoporttal. Nyilván ez pontosan azért egy klub, mert nem erről szól. De gyakorlatilag én azt gondolom, főleg ahogy most ahol a haladó csoport tart, hogy ezek a fellépési lehetőségek egyre csak fejlődhetnek szintén. Tehát azt gondolom, hogy kaphatunk
egyre komolyabb felkéréseket is, legyen így. A klubindító találkozó programjai közül sem hiányzott a tánctanítás, Bokor Attila táncművész közreműködésével sajátíthatták el, illetve idézhették fel a tánclépéseket a klubtagok. Rutin folyamatokat vettük át, ami már a nyári táborban ugye megtanultak, nagyon ügyesen tudták ezt eszközölni, én is meglepődtem. Ezek a rutin folyamatok az első két évben mennek, ugye ezek a lépések fogják megszabni az alap Lindy Hop páros táncok alaplépését, így sokkal jobban fogják venni, mert hogy a páros alaplépései sokkal könnyebbek így a rutin folyamatokon megtanulva, mintha egyből a páros kontaktban tanulnánk meg. Úgyhogy első két évben erre megyünk rá, ezeket láthatták. A tánc tükrözi a zene hangulatát, lüktetését, szabadságot sugall a swing. Mennyire könnyű vagy bonyolult a swing? Szerintem könnyű, azért könnyű, mert nagyon közel áll az emberekhez. Egy olyan műfaj, nem olyan, mint a, ezzel nem leszólva a klasszikus balett szabályait és szabályrendszerét, de inkább a balett kötöttebb, ez pedig egy szabadabb stílus, és ugye az emberek szeretik szabadon jól érezni magukat. Székesfehérvárnak is lesz saját I Charleston klipje, ezt is megtudhattuk az évadnyitón, sőt, zárt körben már a klubtagok megismerhették a felvételeket. Hamarosan premierje is lesz a kisfilmnek. Nyáron forgattuk a városban, a városnak a főbb nevezetességeinél forgattunk. Ugye, nem tudom, hogy tudják-e, kedves nézők, de hogy van egy I Charleston sorozat a világban, és mi ezt szerettük volna leforgatni Fehérváron, és ez most sikerült is. Következő hónapban ez ki is fog jönni, és október 6-án lesz ennek a nyitott premierje, amikor minden kedves látogató meg tudja ezt nézni. Október 6-án tehát 19 órától érdemes lesz a Jancsár közben működő klubba látogatni mindazoknak, akiket elvarázsolt a swing, és szeretnének megismerkedni ezzel a stílussal. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk, találkozunk a jövő héten kedden, ugyanebben az időpontban, ugyanitt, viszontlátásra!